Egyedülálló rendezvénytér épült Nagyecset történelmi városrészén a Vásártéren. A középkori várépítészet jegyeit megjelenítő épületben többek között modern szabadtéri színpadot is kialakítottak, a határon átnyúló beruházás az ukrajnai Perecseny várossal közös turisztikai fejlesztés volt, amelyre több mint 700 ezer euró összegű uniós támogatást nyertek a partnerek. Nem kisebb célt tűztünk ki magunk elé, mint hogy ezen a helyen, ahol valamikor a kastélynak a főépülete és a kastélykert és a várdom volt, ide visszacsempészszük ezt a valamikori ecsedi várnak a motívumait. Nyilván az eredeti állapotra esély nincsen, hogy ezt visszaépítsük, meg talán nem is lenne hiteles, de nem is az árat akartuk visszaépíteni, hanem magát, azt az objektumot és magát, azt a motívumot, amire jól esik ránézni, és azt mondhatjuk, hogy van egy új várunk itt Nagyecseden. Megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők munkához jutásában segít az a mentorház, amelyet november elején adtak át Nyíregyházán. Az innovatív képzőközpontot a Szent István utcán alakították ki. A fejlesztést egy dán nagyvállalat alapítványa támogatta. A mentorálás program fogyatékkal élő fiatalok nyílt munkaerőpiacra jutását akarja elősegíteni. Magában a mentorházban, ahol itt állunk, itt fejlesztéseket és egyéb foglalkozásokat fogunk adni azoknak a fiataloknak, akiket a programba bevonunk, de maga a programnak az öme az kint fog terepen zajlani, és az lesz az eredménye, hogy Nyíregyházán a nyílt munkaerő különböző cégeknél meg fognak jelenni fogyatékkal élő munkavállalók, akár értelmi fogyatékkal élők is. Egy csoportszobás új bölcsődét adtak át Kálmán házán. A mintegy 390 millió forint uniós pályázati forrásból megvalósult beruházás másfél év alatt fejeződött be, és az intézmény jelenleg teljes létszámmal működik. Kotric Attila polgármester azt mondta, Kálmán házán jelentősen javult a demográfiai helyzet, ezért is volt nagy szükség egy önálló bölcsőre épületre. Közel 100 üres épület volt, ami a mai napra szerintem talán egyetlen egy darabot sem tudunk mutatni. Mindenhová fiatal családok költöztek be, akár Nyíregyházáról jöttek ki, akár idegen és messzebb településekről is ide költöztek. Ők mind gyerekekkel jöttek, vagy éppen most vállaltak gyerekeket, és ezért hála Istennek megemelkedtek a gyerekszületések számai Kálmánházán. Befejeződött a nagykálói görögkatolikus templom felújítása is novemberben. A tetőszerkezet cseréje mellett megoldották a csapadékvíz elvezetését, valamint az épület statikai hibáit is kijavították. A beruházás része annak az átfogó turisztikai fejlesztés sorozatnak, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területfejlesztési és környezetgazdálkodási ügynökség végez a térségben. Ebben az évben teljesen megújult ez a templom, hiszen nagykálóiak szeretik a templomukat, és mindig is igyekeztek jó karban tartani, de a hosszú évek során olyan állapotba került a templom, a tetőszerkezet, vagy éppenséggel a falak, de beszélhetnék az alapnak a korábbi állapotáról is, ami mind azt tette szükségessé, hogy itt most egy átfogó, egy teljes körű felújítás következzen be. 13 évvel ezelőtt még sokan kételkedtek a sikerességében, mára viszont a város legvonzóbb munkaadója Nagyecseden az a hulladékkezelő telep, ahol most új csarnokot adtak át. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a városi után a vidéki élet is modernizálódott, és ez újfajta megoldásokat sürget a hulladékgazdálkodásban. A vidéki élet is modernizálódott, és rengeteg csomagoló anyag, ez mára globálisan akkora problémát jelent, hogy nem tudom, hogy hallgatták, hogy 3 franciaországnyi területi úszó műanyag van az óceánon, és ezeknek a mikro műanyag anyagai felszívódnak a halakban már kimutatható, tehát gyakorlatilag visszalő a modernizáció, és nem tudjuk, hogy hova fog vezetni. Novemberben befejeződött a járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Szent Damján görögkatolikus kórházban Kisvárdán. Az intézményben több szakrendelő és váróterem újult meg. A 300 millió forintos támogatás összegből pedig az eszközpark egy részét is fejlesztették. A beruházás 2022. februárjában kezdődött. A korszerűsítéseknek köszönhetően jelentős mértékben nőtt a térségben élő több 10 000 ember egészségügyi ellátásának színvonala.
Kisvárdán a Szent Damián Görög Katolikus Kórházban úgy gondolkozunk, hogy mindig megnézzük, hogy mi az, ami fejlesztendő területünk, és ehhez, hogyha találunk forrást, akkor belevágunk, és ezeket a területeket fejlesztjük is. Ez egy hosszú távú fejlesztés, ami most megvalósult. A járóbeteg szakrendelőknek a felújítását célozta meg. Ez egy második lépcső volt, az első lépcsője 2015-ben fejeződött be, a második lépcsőt pedig most ez év szeptemberében tudtuk befejezni. Szülészet, nőgyógyászat, fülorgégészet, reumatológia, rehabilitációs területeknek a kubaturális feltételét, illetve az eszközeit tudtuk visszapótolni, illetve még ami nagyon fontos benne, a tüdő gondozónkat, amely egy másik telephelyen működött, azt be tudtuk hozni a kórházunk belső területére. A Kraszna és a Batár folyók mentén összesen 22 kilométeres védvonalon szüntették meg a magassági hiányt, emellett bővítették a töltésszelvényt. Magosligetnél pedig átépítették a csőzsilipet. Véget ért a Kraszna töltésének megerősítésére indított beruházás. A korábbi nagy árvizek rámutattak, hogy a régebben meghatározott mértékadó árvízszintek nem megfelelőek, ezért újra lettek ezek a szintek számítva, és ma már ezekre a szintekre építkezünk. Az elmúlt időszakban például a Tiszán, a Tivadari híd környékén volt jelentős töltésfejlesztés, illetve a híd fölötti szakaszon a balparton, ezeket már az új szintek figyelembevételével végeztük el. A fettévizik szakemberei 4 milliárd forintból egy KEHOP támogatásnak köszönhetően végezték el az árvízvédelmi munkát.